Néhány évvel ezelőtt egy televíziós beszélgetés alkalmával Karl Bérla azt mondta magáról, megszállott vagyok. Amikor felemlegettem, mosolyogva azt mondta, ez így van, tartom ma is. És hogy mi hajt egy ilyen embert? Nem megmondható. Nem tudom. Nem kis gyerekkorom óta. Mit akartál bizonyítani? Semmit. Gyakorlatilag semmit. Tehát ez jön... alkotás. Tehát nem tudok festeni, nem tudok szobrot csinálni, tehát viszont valaminek lenni kell. Nem is kell alkotni, csak újra és újra lehet alkotni, és vannak jó lehetőségek benne, és nem csak az alkotást, azt most elég tág értelemben mondhatjuk, tehát nem csak egy termék vagy egy berendezésre értem én ezt, hanem úgy ámblok mindenre az ember életébe. Nyilván az embernek abban az időszakában, amikor ilyen 13 évestől mondjuk szerintem 23-24 évesig, ez nem annyira tudatos és nem fogalmazódik meg annyira, mint most. De így visszanézve az alkotásnak az öröme az a mai napig megvan. Ma délelőtt pont parkettát csiszoltam, meg lakkoztam, és én a mai napig nekem ez egy stresszoldó, hogy földmunkagéppel dolgozok, vagy villanyszerelek, vagy valamit, tehát nekem ez a stresszoldás egyébként, és akkor abból, hogy ki tudom élni magam, alkotok, és mindjárt látszik az eredményem, úgyhogy én ilyen nagyon jövős-menős típus vagyok, és mindenfélét mindig csinálok. Mindig próbálok úgy járni, hogy nyitott szemmel, és mindenben meglátni a lehetőségeket. Azt gondolom, hogy ez így nagyjából az embernek a gyerekkorából jöhet, vagy jön elsősorban. Vállalkozás, sörfőzdét, ugye innét jött nekem a sörös történet, az biztos, az egész biztos. Ugye a középiskolai vonalon aztán viszonylag sokat voltam amiatt külföldön, még gyerekként, vagyis hát 18 év alatt középiskolai részben is, amikor Németországban jártam gyakorlatra, nyaranta. Egyébként szerintem engem leginkább az fogott meg az élelmiszeriparhoz köthetően Bajorországban. Dél-Tirolban jártam 4 vagy 5 éven keresztül minden nyáron különböző sörfőzdékbe, sörsátrakba jártam csapolni, és annak ott van egy ilyen elképesztően jó milliója, pláne hogyha az ember ilyen kamasz, akkor ugye ennek főleg van egy olyan jellegű behatása, ami aztán meghatározhatja később az életét, és ez olyannyira meghatározta, hogy aztán utána még 15 évig a Weihenstephánra jártam, bizonyos időközönként ilyen sörös konferenciákra, meg egyéb történetekre. Szóval az a rész, az nekem ilyen nagyon meghatározó élmény volt az életben. Igazából, tehát sok mindenhez értek, ez igaz. Tehát ugye kezdtem villanyszerelőként, abban mai napig tartom magam, hogy nagyon jó vagyok. Ezt gyakorlom is, mai napig is, más nem hobbiból. Aztán voltak kényszerek, amikor az ember olyat választott, amit nem biztos, hogy választottam, de ha már csinálom, akkor azt jó kell csinálni. A gépészetet nagyon szeretem. Tehát amikor egy talicskányi vagy egy teherautónyi vasból lesz egy ketyegő, röfögő gép, ami mindent megcsinál, amit én elképzeltem, ezt nagyon szeretem. A technika az nagyon közel áll hozzám, az mindig érdekelt, és akkor abból kellett kinőni mindig valami újnak. Közben jött ugye nálam azért voltak kilengések, pálinka, sör. Ott sem maga az ital volt az érdekes, hanem az odavezető út, a gép, a technológia, azt mindössze kellett rakni, hogy passzoljon. És akkor a végén lett belőle valami szép, és amikor készen van, akkor már csinálja más. Tehát amikor ez már működik, meg szép, meg jó, akkor már az üzemeltetés az annyira nem érdekes. De mondom, az odavezető út az mindig
élvezetes. Van egyfajta értékszemlélet, aminek egy része otthonról jön, a másik része pedig így az elmúlt 20 évnek a külföldi, meg az itthoni tapasztalatai, és igen, szeretném továbbadni azok nélkül, a hibák nélkül, amiket én most már látok 42 évesen, hogy azt nem kellene továbbadni. Ez egy eléggé komplex dolog szerintem. Ugye nálunk a gyerekek életkora az 8 évtől 21 évig. Na most, hát a 8 évesnél még talán van esély valamit továbbadni, a többiek azok már ebből kinőttek. Tehát azt gondolom, hogy az embernek meg kell teremtenie egy olyan környezetet, ahol az alap dolgokat megpróbálja átadni, és fel kell tenni annyira az érdeklődést, hogy aztán az továbbadható legyen a családtagok számára. Voltam egy céges 30 éves születésnapon, és ott idős édesapa és két velem korú belül fiatal ember, most már a cégvezetők, és az idős édesapa mondta, hogy a generációváltást, meg a cég átadást azt akkor kell elkezdeni, amikor megszületnek a gyerekek. És hogyha az ember ezt így kezdi el, akkor azt gondolom, hogy ez jól tud működni. Ez nálam sajnos akkor nem volt ennyire tudatos, amikor nekem születtek a nagy gyerekeim, de igyekszem egy picit hozzátenni ahhoz, hogy jó kedvel és érdeklődve csinálják. Van is rá esély, a nagy lányom, ő most, ha visszajön a babázásból, akkor nem sokára kezd nálunk, és illetve már dolgozott is nálunk, remélhetőleg őt ez érdekelni fogja, és benne marad. A nagyfiam, ő inkább közgazdász, aztán majd meglátjuk, hogy a másik két fiam mennyire lesz kapható erre az irányra, amit én csinálok. Igazából azt is gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ez sör, élelmiszeripar, vagy nem tudom, űrkutatás, hogyha valamiben az ember ki tud teljesedni és tud alkotni, akkor az teljesen jó lesz. Édesapám lelkész volt, és hát az egy kicsit távol áll tőlem, bár azt mondják most, hogy megöregedtem, hasonlít a édesapám. Valahol talán a kudarc is inspirálják az embert, nem tudom. Miben érzed, hogy kudarcai voltak? Hát azért nézzük meg, megcsináltam a sörfőzdét. 3 évig üzemelt, jól, fejlesztés, tovább lépünk, lesz a gyereknek. És akkor jött egy törvény, és mondjuk reggel 8-tól délig minden elveszett. Van benned egy jó értelemben vett dac? Azt nem tudom, mert ez nem volt jellemző. Nem. Nem tudom. Hát úgy gondolom, hogy anélkül nem lehet élni az embernek, alkosson. Tehát a mai dolgomat nézem, ugyan erről szól. Olyat nem tudok elképzelni, hogy ha valamit meg kell csinálni, vagy meg szeretnék csinálni, az ne legyen meg. Tehát ezt nem tudom elképzelni. Én úgy gondolom, hogy a saját településemet ez is vitte előre az utolsó 10 évben körülbelül. Egy munkakapcsolat vagy egy családi kapcsolat is a kompromisszumokon és kompromisszumkészségen is kell, hogy alapuljon. Ami igaz lehet a családra is, nagy valószínűség szerint. De azt gondolom, hogy ez nem egy kezelhetetlen történet. Ha az emberben minél karakteresebb
gondolkodással, vagy eltökéltséggel, vagy tervekkel rendelkezik, azt gondolom, hogy a környezete annál nehezebben tudja elfogadni ilyen nagyon egyértelműen. És ez egész biztosan benne van. Én ebből annyira nem érzékelek dolgokat, tehát azt gondolom, hogy úgy jól megvagyunk, hál' Istennek. Ha szakmai oldalt nézem, akkor az élelmiszeripar az mindenképpen. Azt gondolom, hogy összeköt bennünket az a fajta közösségépítés, vagy közösségformálás, ami mind a kettőnkben benne van. Tehát azt gondolom, hogy leginkább ezt a két dolgot tudnám kiemelni, ami leginkább összeköt bennünket a családi kapcsolatokon kívül. Nem csak apa-fia, hanem ugye minden más családi kapcsolat. Mi nehezen dolgoznánk együtt, talán nem is dolgoztunk soha úgy együtt, hogy közvetlenül együtt dolgozás van. Ahhoz azt gondolom, hogy mi nagyon hasonlóak vagyunk karakterben, hogy együtt tudjunk dolgozni. Igen, igen. És egyébként azt is gondolom, tehát ugye ez ilyen vállalatmenedzsment, meg ilyesmi, hogy tehát nem jó azonos szinten ugyanolyan munka területen dolgozó embereket összerakni, szerintem. Ha az egyik jól működik, akkor a másikra nincs szükség. És a kettő az meg sok lehet alapvetően, tehát azt gondolom, hogy ezért ez így nem feltétlenül tudna működni. És én azt is láttam, talán 98-99-ben dolgoztunk úgy együtt egy-két évet, hogy konkrétan szakmai dolgokban is együtt dolgoztunk. Nem azt mondom, hogy rosszul ment, de nem volt az a fajta felszabadult együttműködés, amit az ember úgy gondol, ilyen vidéki romantika jelleggel apa-fiú családi vállalkozás fronton. De nincs egyébként semmi olyan negatív sem, amire azt tudnám mondani, hogy ilyen hatalmas veszekedések és véleményütköztetések voltak. Az embernek vannak határozott tervei, elképzelései, és nehéz. Azt gondolom, hogy félrerakni a családi dolgokat, és akkor csak szakmai szemmel ütköztetni véleményeket, és akkor az alapján hozni egy döntést, és meghatározni egy irányt. Lehet, hogy ezt egyébként tudnánk csinálni, de olyan, tehát addig nem is jutottunk el, hogy akkor mi most éveken keresztül közvetlenül szakmai dolgokban előrébb lépjünk, és akkor együtt építkezzünk. Tehát ez szakmai szempontból ez nem volt meg. Tudatosak voltak a dolgok, amit tovább akartál adni? Ezt nem tudom, lehet, hogy tudatalattiban volt. A sörfőzőt annak idején mindenképpen neki szántam, de hát az elbukott. Aztán ő magától megcsipte légy őt is. Hát azért azt látta, hogy az ember reggel azért kell fel, hogy dolgozzon, és akkor fekszik el elfáradt, tehát ezt azért úgy tapasztalta. Hát emlékszem még, hogy amikor a sörfőzést kezdtem, hát ő még kisgyerek volt, hogy egyedül megfőzte úgy a sört, hogy egy sámli volt az üst mellett, és alig érte fel az üstöt, hogy belelásson, de megcsinálta egyedül, mert segíteni idézőjelbe kellett, nem volt az előírás, nem volt kényszer, de ő szerette, vagy nem tudom. Tehát nem volt ez tudatos, hogy mit adok tovább, vagy mit sem, ez úgy megragadt, vagy beakadt. Tehát hogy kell legyen valami, amit egy cél, amit elkezdek, végviszem, megcsinálom, aztán jöhet a következő, mondjuk ezt látom nála is, ezt egy család nehezen bírja ki. Tehát kicsit ilyen örültség. Ez nem egyszerű azoknak, akikkel mi élünk. Én azt gondolom, hogy az embereknek a többségét
az élteti, amit igazán jó szívvel és szeretettel és odafigyeléssel csinálnak. Hogyha ez nincs meg, akkor nyilván ne csinálja az, de én örülök annak az apu tekintetében is, meg úgy általában, hogyha az embereken azt látom, hogy mennek előre, új gondolataik vannak, nyitottak, építkeznek, alkotnak, csinálják. Ez egy érdekes dolog, mert ez engem is nagyon tud inspirálni. Nem csak az ő esetében, hanem úgy általában, ha egy olyan környezet és olyan emberek vesznek körül, akik inspirálóak, akkor az nekem még egy ilyen plusz löketet tud adni a terveimben vagy a gondolataimban.